Egyre több az erőszakcselekmény a tüntetéseken Hongkongban. Az ellenzékiek valósággal megszálltak egy bevásárlóközpontot, ahol kínai zászlót gyújtottak fel, törtek, zúztak. Megvertek több a demonstrációkat ellenző hongkongit is, szétvertek egy metró megállót is. A barikádjukhoz nézték ki ezt a hirdetőtáblát a tüntetők egy hongkongi plázában, ahol a korlátokat már korábban begyűjtötték. A fiatalokból álló csoport tört, zúzott, elsősorban Kína-barát üzleteket romboltak. Elvették a tűzoltókészülékeket is, azzal spriccelték tele a padlót. Egy kínai zászlót is letéptek, előbb megtaposták, aztán felgyújtották és kidobták. A tüntetők azt állítják, hogy erőszak nélkül nem hallgatja meg őket a kormányzat. Mi mindenkire számítunk, hogy hangot adjunk követeléseinknek. Vannak, akik erőszakkal fejezik ezt ki, akik összecsapnak a karhatalommal, mondta az egyikük. Az ellenzékiek azonban már nem csak a rendőrökkel csapnak össze. Ezeken a felvételeken olyan embereket vertek meg, akik kritizálni kezdték őket. Ide jutott nálunk az igazságszolgáltatás, méltatlankodott az egyik súlyosan vérző férfi. Egy kormánytag luxusautóját pedig rudakkal rongálták meg. A miniszter éppen a kínai nemzeti ünnep alkalmából tartott fogadásról távozott volna. Az esti tűzijátékot a megmozdulások miatt lefújták. Hongkongban június óta tartanak a tüntetések, illetve zavargások. Az ellenzékiek eredetileg a tervbe vett kiadatási törvény ellen tiltakoztak. A tervezetet azóta visszavonták, de a demonstrálók most már azt követelik, hogy vizsgálják ki a rendőrségi túlkapásokat. Attól is tartanak, hogy Kína előbb-utóbb rákényszeríti a saját elnyomó rendszerét az egykori brit gyarmatra.